Beszélgetést láthatnak Kovács Bélával. A Beledi Sport Egyesület labdrogó szakosztály vezetője elmondta, a bajnokság végére sajnos a felnőtt labdarúgó csapat az utolsó helyen végzett a megyei első osztályban. Hát sajnos eredmény szempontjából nem túl jól teljesítettünk, hiszen 14, 14 csapatos bajnokságnak az utolsó helyét szereztük meg, ami azt jelenti, hogy hivatalosan kieső helyezett a csapat ugye eddig 16 csapatos volt a bajnokság az előző rendszerekben, akkor három kieső volt, így most csak egy kieső hely maradt, ezt pont mi is szereztük meg sajnos. Hát azt lehetne mondani talán a tavaszra, hogy rengetegszer nem tudtunk megfelelő szállításba kiállni. Sokszor azon mérkőzés, amelyiken úgymond esélyünk volt más csapat ellen, sok hiányzónk volt, vagy eltiltás, vagy éppen sérülés miatt Sokszor ifjú, ifjúsági játékosok segítettek ki minket, aminek körülünk olyan téren, hogy őket is egy kicsit talán a megyei egynek a légkörét megtapasztalták, hogy mennyivel másabb, gyorsabb a játék, és bízom benne, hogy ők azért egy-két év múlva helyet is követelnek maguknak a csapatban. Hát eredményben talán az utolsó, ahogyan elindult a bajnokság öttevényen, Vezettünk egy núra, és szinte az utolsó pillanatokban kaptunk egy gólt, azzal lett egy-egy. Ha ott azt a mérkőzést talán győztesre hagyjuk el a pályát, kicsit másról is beszélhetnénk, de az igaz szerintem az utolsó hétforduló, ami itthon játszottunk belőle nagyon sok mérkőzést, de igazán a törés úgy érzem a kapubár mérkőzésben volt, mikor itthon meg tudtuk őket várni kettő egyre. Aztán az utolsó fordulóban egy negyedik helyzet Bácsa ellen is úgy e, tudtunk 1-0 lett az igaza a mérkőzés, de viszont 90 perc alatt az ellenfél nem rúgott kapura. Szerintem ez hülyen tükrözi a játékképét. Tehát van ebben a csapatban, én úgy érzem, sok olyan, amit bizom és én úgy látom, hogy az edző is itt a második harmadában a, mérkőzésnek, a mérkőzéseknek, fordulóknak akkor találta meg azt a hangnemet, meg hangsúlyt a játékosokkal, ami azt mondom, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is ösztönző lehet amit lehetett hallani az elmúlt időszakban, az, hogy a megyei első osztályban is, hogy erősödtek a csapatok, ezt jelzik az eredmények is, az egymás elleni küzdelmek, a rangadók is. Ön hogy látja tehát most milyen a megyei első osztály, akár a labdarúgókat nézzük, a játékos kereteket nézzük, összehasonlítva akár a Beledivel? Hát én, én egy kicsit máshogy látom, megmondom őszintén, mert egy-két évvel ezelőtt én is úgy éreztem, hogy egy nagyon erős bajnokság alakul ki a megyei egyes csapatoknál. Ez talán ugye a győr környéke tükrözi, hogy sok utánpótlás játékos jön ki a különböző nagyobb akadémiákról, mondhatnám Győrt vagy éppen Gyirmótot. De viszont attól függetlenül még nem kész játékosok ezek, és ezért érződik is ez a csapatokon azért az, hogy egy felnőtt csapatban játszasz, vagy egy utánpótlás akár akadémiai szinten, azért nem ugyanazt a képet mutatja. Az igaz nálunk is, hogy egy ifjúsági játékost felteszünk az első csapatban, arra nem lehet azt mondani, hogy kész játékos. Folyamatos beépítésnek nagy hangsúlya van, én úgy érzem. Ezt tehát szeretnénk is megadni, aki egyértelműen mint hozzáállásba, mint adottságokba megfelelő. Hát én, én, úgy érzem, hogy ha csak a mi szemszögünket nézzük, hogy az első helyzettel nyúl ellen tudtunk egy 0 0 játszani hazai pályán, és kettő egyre kaptunk ki nyúlon, vagy éppen egy negyedik helyzet bácsát meg tudtunk várni egy tehát azt mondom, olyan nagy különbségek nincsenek a csapatok között. Sajnos azt kellene mondani, hogy olyan szokon múlott az, hogy éppen nem mi szereztünk pontot, vagy hagytuk el akár győztessen a pályát, sajnálatos volt egy itthoni rajkai meccs, vagy akár a Hédervári 93. percben elszenvedett vereségünk, és én azt mondom, hogy kiegyensúlyozottabbnak látom, nem látom azt a nagy különbséget, talán a legnagyobb különbség, ami van, azok az anyagiakban vannak, hogy sokkal nagyobb különbség a bajnokság elejével csapatoknak 20-30 milliós akár költségvetésük van egy évben, ami a mi 6,5 milliónkhoz eltörpül, de ezt mondhatnám akár egy 12. vagy 11. helyen végzett kapuvár, vagy János Somorja is több mint 10 milliós költségvetéssel kapuvár, meg 20 milliós körülivel ahogyan hallani. Tehát azt mondom, hogy a körülményekhez képest sajnos a hely se, ahol mindig azt mondjuk, hogy bele egy jó helyen fekszik, talán majd a gyorsolgalmival egy kicsit közelebb kerülnek hozzánk a nagyvárosok, de nem igazán érződik. Tehát nem, nem, nagyon látom azt, hogy játékosokat könnyen ki lehetne akár Győrből vagy Szombathelyről csábítani, inkább amennyire lehet próbálnánk a környék és amennyire lehet a helyi játékosokat erőltetni. A nagyobb költségvetésű szakosztályok azok jobb játékosokat tudnak játszatni? Vagy erősebb játékosokat? Nagyobb bajnokságokat, tehát NBA, most NBA 2 es megjárt bajnokságokból is érkezhetnek oda játékosok? Igen, igaz, egyik, ez, egyik tényezője ez neki, de én úgy érzem sajnos ez már egy kicsit fölülről elindul, hogy nagyon nagy pénzek vannak benne a labdarúgásban, amik a játékosok felé folynak. És ez már most már a megyei első csapatokra is kiéleződött. Ez, ezt mondhattunk azért is, mivel az MB3-as csoportokat ismét lecsökkentették. Egy pár éve kevesebb csoport volt, most kevesebb csapat lesz, már 16-ra hozták vissza a három csoportot, ami maradt. Ugye az MB2-1 van, az MB1 is kevesebb csapattal van. Én úgy érzem, hogy ezzel nem fognak erősödni a bajnokságok, de még fönt ezt nem látják mert nagyon erőtetik még az a pár csapat, aki is fönn van, igen, Budapest Tektikus például egy kicsit elmegyek az NB1 felé, és hogy a jövünk lefele, azok az összegek, amik eddig mondjuk az mb 3 ba voltak, akkor azok most már a megye egybe csúcsosodnak ki. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen Lipót, Ménfőcsanak, Nyúl, akik ott a bajnokság elején vigéckednek, meg az mb 3 mal kacérkodtak, de hát nem vallalt a Nyúl, mint ahogyan hallottuk, mégse tudták. Egy az, hogy mégsem merik talán meglépni azt, hogy el az mb 3 Gondolom utánpótlás érendse se biztos, hogy ki tudnak állni megfelelő létszámokba. De, de azért rányomja a bélyegét szerintem ez, hogy kevesebb a létszám a fönti csoportokban, és a megye egyben is sajnos anyagilag sokkal nagyobb követelmények rajzolódnak ki most. A... Én úgy nézem, ha meddig nincs benne változás, a következő években is ez lesz. A játékos keret hogyan alakult? Milyen korosztályú gyerekek tudtak játszani, hogy felnőttek a felnőtt csapatba? miben változott ez, mennyit változott ez az elmúlt időszakban? Hát sajnos télen nagyon nehéz volt igazolni, mert meg volt minden csapat keze kötve, e, amennyire lehet. Próbáltunk, e, legnázebb talán a kapus és a kapusposztunk volt, ami e, úgymond az egész fél szezonban elég lyukas volt. Valamikor volt kapusunk, valamikor az ifi kapus állt rendelkezésünkre, akinek köszönjük is, hogy kisegített minket. Sajnos még e, ő is azt mondom, a tanulás előtt van, tehát azt mondom, egy nem rossz képességű kapus lehet belőle, de bízunk benne, hogy ő is azok közé a játékosok közé tartozik majd, akik egy kicsit talán mint mentalitásban, mint hozzáállásban előbbre lépve esélyük lehet egy-két év alatt a megyei első osztályú kapuba védeni. A legnagyobb gondunk talán a csatárposzton volt, hát ezt meg is mutatja, hogy a középpályásunk lett a házigol gólkirályunk, aki főleg azt mondom a szabadrúgás erényeit elöltette a mérkőzéseken, nagyon szép szabadrugás góljai voltak neki. Elő voltak olyanok, amikor, hogyha lett volna egy csatárunk, lehet, hogy a mérkőzések is máshogy alakultak volna. Milyen tanulságokat lehet levonni akár a következő szezóra? Hát a hát következő szezóra egyértelműen a Hát most először is az a kérdés, hogy hol tudunk maradni. Mert ugye hivatalosan kiestünk megyei első osztályba, de ugye itt mennek a mondák, hogy maradhatunk a megyei első osztályba és hasonlók. Hát per pillanat annyit tudok elmondani, erről már sok mindenkit érdekel biztos, hogy hetedikó hetedikeig van az a nevezés. A nevezést hivatalosan mi már beküldtük, de a megyei másodosztályra kellett ugye neveznünk, mivel kieső csapat vagyunk. De ahogyan halljuk, hogy 16-ra szeretnék mindenképpen bővíteni a, az egész csoportot, így valószínűleg esélyt fogunk kapni arra, hogy ismételtán felkérnek minket a megyei első osztályra, de természetesen, ugye itt az elnökség ülésen elhangzott, hogy csak abban az esetben, hogyha megfelelő játékos kerettel ki tudunk állni, akkor elvállaljuk a megyei első osztályot, megyei első osztályt, hogyha nem, akkor valószínűleg a megyei másodosztályba indulunk, ez azt mondom az elmúlt következő pár hétnek lesz a döntése, hogy hol fogunk indulni. A korosztételt nézzük most, akkor az a hát, lezáró bajnoki szezonban hány éves volt? Hát a elég fiatal csapatunk van most, azt mondanám egy-két kivétellel, akik úgy 30 év körül vannak, a többiek azért úgy 20 évnél vannak, de viszont ott volt Molnár Mátyás, aki 17 évesen többször játékos volt most már, mind úgymond a helyi csapatból. Ő is olyan, hogy folyamatosan kellene beépíteni, de hát be volt dobva sajnos a mély már nagyon sokszor létszámhiányosak voltunk, és az a két-három ifjúsági játékos az sokszor kisegített minket, amit köszönünk is nekik, Úgyhogy igazán előttük a jövő, meg hát amennyire lehet próbálnunk úgy igazolni, hogy szem előtt tartottuk egyértelműen azt, hogy a beledi volt beled, innen elment labdarúgók, és a beled környéki labdarúgókat szeretnénk úgymond visszahozni, és bízom benne, hogy hajlandóságot is mutatnak, és meglátjuk, hogy hogyan alakul, ez is mondom az következő két hét, mert van olyan játékos, aki azt mondta, hogy szívesen jönne, ha megyei egy marad, van olyan, aki azt mondta, inkább a megyei kettő, azért mondtam ezt, tehát együtt és közösen kell megbeszélni. Beledélyek arányú csapatban? Hát ezen szeretnénk javítani, pont ez az, amit egy kicsit úgy negatívban látom én is, hogy lehetne több beledni a csapatba, mind mi senkit nem küldtünk el úgymond a csapattól, mi mindenkit tartalokkal szívesen várunk most is, és aki úgy érzi, hogy a beledi színekbe szeretne továbbra is játszani, azt a szeretettel látjuk. És keresünk és tárgyalunk is velük. A további korosztályok, az ifi csapat, serdülők, hogy szerepeltek? A további korosztályunk, hát ugye a Bozsikban a 7, 9, 11, 13-as korosztályunk az azt mondom, hogy szokásához híván jól szerepelt, kiemelkedett benne talán az U9-es korosztály, aki azt mondom, hogy nagyon sok, talán még legyőzőre se nagyon talált, mint akár teremtornán voltak, vagy bozsik tornákon, tehát nagyon ügyesen szerepeltek a 9-es korosztályaink. A 14-es korosztályunk emelkedett ki, így az utánpótlás téren megnyerte a Soproni A csoportot, úgyhogy minden mérkőzését megnyerte, és a egy döntőn harmadik helyet szereztek el. és akkor azt lehet mondani, hogy az utóbbi 6-7 évnek ez volt úgymond a második ilyen nagyobb, sikere, mert már az u 16 egyszer rájutottunk, most az U14-essel is sikerült ezt elérni. Ennek erőssége volt azért az, hogy korosztályilag nagyon jó felépítésű játékosaink voltak, és ez meglátszott a bajnokságban is a többi csapathoz viszonyítva. Az U16-os korosztályunk az végig úgy küzdelmes, de küzdelem volt a dobogóért, de végül ugye az ötödik helyet szerezte meg. Én azt mondom, az most a realitás, tehát ahol most a srácok végezték, de van esély a következő egy-két évben, hogy tovább fejlődjenek. Az U-19-es korosztályunkra kitérve ők elég fiatalok voltak ugye az egész szezonban. Tavasszal már több pozitívum volt, egy-két játékos sikerült is visszaigazolnunk, és látszott is, hogy egységesebbek a pályán a srácok. Én azt mondom, egy nagyon jó közösség, lehet belőlük egy-két olyan játékos, aki rövidesen felkerülhet majd az első csapathoz, bízom benne, hogy élnek is majd ezzel a lehetőséggel. Ja, az ifik azok hol végeztek? Az ifik 12. helyen végeztek. Ez egy olyan, én azt mondom, hogy per pillanat egy nem rossz eredmény tőlük. Ha a következő években, most akik följönnek így 2001-2002-es srácok, akik úgymond még fiatalok, de kovácsolódik egy jó csapat, szerintem egy-két év alatt ismét odaérhetnek, ahol azt mondom voltak egy pár éve még, hogy a dobogóért küzdöttek. Tehát önök azért fontosnak tartják, hogy a korosztályok között meg legyen az átjárhatóság, hogy beépüljenek a csapatba, és tényleg az utánpótlásra alapozva tudják majd a felnőtt csapatot minél erősebbé tenni. Hát ez azt lehet mondani, hogy folyamatos, mert ez igaz talán az U14-től, hogy már ott U13-as korú gyerekek fölkerülnek, az U16-ba U14-es korúak, és a, úgymond az ifi csapatnál pedig az U16-os korúak is szerepet kapnak. Tehát azt mondom, folyamatos a beilleszkedésük a játékba, tehát nem az van, hogy egyszerre hobbá vannak dobva a mély vízbe, hanem mindig akikben van. van a tehetség és a hozzáállás, az egyértelműen lehetőséget is kapnak, hogy följebb játszanak van-e olyan generáció, ami megjelenik akár csapatban, hogy nem egy-kettő játékos, hanem akár több is, és mondjuk feljebb tud kerülni, az már tényleg egy olyan csapatot tud alkotni, akiket mondjuk egy arany generációnak lehet nevezni. Tényleg egy többet vár el tőlük a szakvezetés. Hát per pillanat én azt mondom, hogy korosztályokban az a kettő-három. Tehát azt mondom, aki, tehát az, hogy mondjuk egy teljes csapat, az, az nagyon nehezen alakul ki, nem csak nálunk, Igen. szerintem sehol se, mert azért a gyerekek fogyása az egyértelmű. És ez látszik, azért azt lát mondani, például 2002-es korosztályban két srácunk van, aki 2002-es, és a 2004-esben is csak kettő, de viszont kiemelkedik a 2003-tól több, mint tíz van. Tehát ilyen hullámok vannak benne. Annyi talán, mint így régiós szerepként a környéken, hogy a környékbeli gyerekek, hogyha hozzánk jönnek és minket választanak, akkor azt mondom, hogy egy, egy az, hogy nagyon jó közösségbe kerülhet, mert azért én azt lehet mondani például most hétvégén volt egy úgymond családi napunk, amit most már a harmadik alkalommal rendezünk, családi nap és évzáró, ami itt a pályán zajlik, itt a 7 éves gyerektől a felnőtt csapatig itt van mindenki, szülők elkísérik a gyerekeket, tehát egy igazi tényleg családi összejövetel van, ami én azt mondom, hogy egy igen erős kötelék, meg az a rengeteg segítség, amit kapunk utápótlás szinten a szülőktől, én azt mondom példaértékű a környéken, amit meg is köszönök természetesen. Ugyanígy én azt mondom akár a szurkolóinkra is igaz ez, hogy nap mint nap futball téma szinte, akár munkáján, akár a faluba, hogy mi van a csapattal. De ez igaz, nem biztos, hogy mindig csak a felnőtt csapatra, sokszor az utánpótlásokra is állítanak meg, vagy éppen gratuláltak, hogy eljutottunk a megyei döntőre az U14-es csapattal, és azt mondom, hogy az egész környék ö, szeretné, hogy meg természetesen mi is, és a játékosok is, hogy itt egy jó kis csapat, egy jó környezetben tudjon játszani. Hányan fociznak most beledben? hát ez rengetegen, mert most már azt lehet mondani, hogy ugye a héttől a felnőtt csapat mellett most úgy néz ki, hogy alakul egy kis kispályás női csapatunk is, ami, ami, az őszi szezonban el is fog indulni a bajnokságban. Mellette az öreg fiúk csapatunk is, tehát én azt mondom, olyan 150 fő biztos van, ami a legkisebb gyerektől a beleértve mondom a lány és az öreg csapatot is, aki azt mondom így mozog Heten, minden héten edzésekre jár, bajnoki mérkőzéseket játszik. Tehát elég sok játékosunk van, ez viszont örömteli attól függetlenül. Tehát ha nem is nézzük most az eredményeket, jót vagy rosszat, belbe szeretnek focizni, szeretnek mozogni az emberek? Igen, ez, ez, ez egyértelmű. Mindig van azért jó is, mit, sajnos rossz is természetesen, Igen. de pont azon vagyunk, hogy ezen amennyire lehet, javítsunk és előbbre lépjünk, mert szerintem ez a legnagyobb célja most a női kispálya csapatunkban lévő játékos Makári Natália, aki a Bozsik program kelet-nyugat válogatottjába szerepet kapott. Tehát ez is egy, én azt mondom, nagy dolog. Igaz, hogy ő női focista, és náluk még csak most van alakulóban, de képes volt eljutni egy ilyen helyre is, és ott már úgy válogattak ki a játékosokat, hogy kik kerülnek oda. Tehát innen is van esély akár rájutni és tovább kerülni. Hol áll most a szervezés, illetve hát mikor indul pontosan a női csapatnak, egy női csapatnak a bajnokság. Hát ebből az egészszel az Ágoston Regina keresett meg, még a télen beszélgettünk a tornacsarnokban, hogy úgy néz ki, hogy alakul ismét egy láncsapat, mert ugye elindult, csak ugye akkor még szegény Dobos Dániel volt, aki az edzője volt a láncsapatnak, és ugye amikor ő elhunyt utána egy kicsit úgy megbomlott ez a közösség, és most a Regina azzal jött, hogy úgy néz ki, hogy ismét alakul egy jó csapat, ők még azt lehet mondani, hogy elég fiatalok, tehát azt mondom, hogy egy, van egy-egy főiskolás de főleg középiskolásokra tehető, de még általános iskolás is van benne. A bajnokság az, az őszi szezonba indul náluk, ez konkrétan, és olyan módszerrel megy, hogy torna rendszerrel működik, tehát elmennek majd egy helyre, ott 3-4 csapat egymással fog játszani, és akkor az is folyamatosan beszámít majd a bajnoki szezonba, és mindig máshol más helyszínen játszanak más csapatokkal. Meglátjuk, hogy hogyan alakul, én bizon benne, hogy ez is ad egy kis szint, hogy úgy mondjam, a klub életében, hogy egy női csapatunk is tud lenni. Hányan vannak most jelenleg? 15 körül létszámuk van. Edzőik is van, edzésekre is járnak, már a téli időszakban akkor teremben voltak, de most a jó idővel természetesen kértek a pályára. Ugye beledbe is az infrastruktúra fejlesztése folyamatos, nagyon szép lett a centerpálya, de beszélhetnénk a most is alakuló és épülés alatt álló műfüves pályáról, ami akkor lesz, mint a csornaiaknak, Hát azért van itt fejlődés. Hát egyértelműen mindenképpen az, az felé kellett elmenni, úgy éreztük, hogy megfelelő minőségű pályákat kell, hogy biztosítsunk a játékosaink számára. A műfüves pálya az meg egyértelműen az a cél szolgálja, hogy az utánpótláskorú játékosaink, de igazán természetesen a felnőttkorúak is az elmúlt, hát egy igazán egy műfős 15-20 évig mondják, hogy jó minőségű tud lenni, természetesen azt is szeretnénk, hogy az legyen, tehát majd a folyamatos karbantartása lesz, tehát azt lehet mondani, hogy az az utánpótlás a jövőnek épül, de a, főleg az őszi időszakban nagyon sokszor volt az, hogy a nagy pályánkon mikor nagyobb eső volt, vagy sár volt, akkor rá kellettünk menni akár edzeni, vagy mérkőzést játszani, így viszont olyan időszakban kimélni tudjuk, és azért ebben is nagy szerepe van. Sőt, azt mondom, a környéknek is nagy szerepe lesz ebben, mert a téli felkészülést is segíteni tudja, és hát itt a környéken, ha nézem, Csorna van, legközelebb ahol műfüves pálya van, de a fogalmit, hogyha nézem, Győr és Szombathely is. Ugye a méretét nézzük, mert ez egy nagy pálya. Igen, ez egy nagy pálya, tehát egyértelműen szeretnénk bérbe is adni, tehát az a terv, hogy amikor nem mi használjuk, akkor a környéket segítve. Mert azért őnek is segítség, egy az, hogy a pályaikat ők is kiméni tudják, mert igazán a régiót szeretnénk vele összefogni, hogy ilyet is tudunk megépíteni komoly a költségvetése, is úgy tudom. Hát 140 milliós költségvetése van neki, igen. Tehát elég komoly beruházás, amit taós pénzből sikerült előteremtenünk. És a center pálya az most már megfelel minden elvárásnak itt a még egyben? Hát természetesen ugye mindig azt mondják, hogy megcsinálod a pályát, és azzal hú, most van egy jó pályát, hát ez nem igaz. Ez folyamatosan karba van tartva, ami azt lehet mondani, hogy a pármetezéstől, a nyírástól, az öntözésig éppen múlt héten volt felülvetése is, ezt folyamatosan kell adagolni a megfelelő időpontokban, és ez is nem kis pénz, tehát több százezres tétel évente. Itt meg kell említeni Horváth Gábort és feleségét, aki mint gondnokként tevékenykedik a pályán, és ugye a felesége pedig az öltöző rendezi, egyértelműen példaértékű hozzáállásuk van neki, és a Gábor azt lehet mondani, hogy éjjel-nappal a pályán van, és a pálya környékét szépíti, aminek nagyon örülünk, hogy sikerült egy ilyen embert találnunk. Tehát csak úgy, hogy elkészült, az nagyon kevés, tehát fordítani kell rá. És akkor miről fog szólni a nyár, mikor indul a bajnoki szezon? Hát a nyár az arról fog, hát a héten még pihenő van, jövő héten fog elindulni az edzéseink, négy edzőmérkőzésünk van hivatalosan lekötve a vasárnapi időpontokra. A bajnoki rajtról annyit tudunk, hogy augusztus első hétvégén lesz egy kupamérkőzés, és a következő héten indul az első forduló. Hogy hol indulunk, ez, ez még mondom akkor kérdéses, de szerintem egy két héten belül pontos lesz, hogy a megyei egybe vagy a megyei kettőbe tudjuk elvállalni a továbbiakat. Köszönöm, és sok sikert kívánok! Én is köszönöm szépen!